Sziasztok! Utólag is boldog karácsonyt és boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Eredetileg ezt a videót Martinnak ketten akartuk elkészíteni, de sajnos ő mostanság nem nagyon él rá, szóval hát nekem kell, mielőtt túl késő lenne. Ezt most úgy értem, hogy mivel már mindenki megcsinálta ezt a valljuk be kicsit sablonos évértékelő videót pár nappal ezelőtt, ezért mi egy kicsit szokás szerint lemaradásban vagyunk. Valljuk be, ezt annyira nem lehet egyedire csinálni. Mármint végül is mindenki elmondja, hogy milyen éve volt, hogy mit tervez a jövőre nézve. Szóval gondolom én is ezt fogom tenni. Szóval Blade. Mint ahogy tudjátok, 2017 volt az eddigi legjobb évünk a csatorna szempontjából. 277-ről egészen 4500 körülre ugrottunk fel, mindössze 2 hónap alatt, és hamarosan meg lesz az 5000 is, ami azért elég fasza. Valamint most pont így a videó felvétele előtt jutott eszembe, hogy amúgy hamarosan így születésnapja lesz a csatornánknak, szóval arra úgy esetleg utalhatnék, szóval most meg is fogom tenni. Konkrétan 4 nap múlva, azaz kedden lesz 5 éves a csatornánk, és azért megmondom nektek őszintén, kb. 4,5 év után úgy nem nagyon gondoltam, hogy valaha is be fogunk futni. De igazából mindkettőnk meglepetésére ez mégis megtörtént. Tudom, hogy igazából mindenkit idegesít, amikor ezt csinálják a videósok, de én mégis úgy érzem, hogy meg kell köszönnöm azt a támogatást, amit kaptunk eddig. Nagy valószínűséggel, mivel nem drámáról van szó, és ez nem egy rend videó, ezért nem is fogják megnézni sokan az új feliratkozók közül, de tudom, hogy a kemény maga úgyis megnézi, szóval végül is ez a fontos. Szintén elég klisés, de tényleg szereztünk új ismerősöket, új barátokat a YouTube segítségével, és ez elég jó érzés. Ha most beszélhetek egy kicsit személyes dolgokról, most, hogy végre túl vagyok az elmúlt kb. 2 hónapon, ami úgy igazából elég durván lekötötte a szabadidőmet, ugyanis költöztünk és felújítottunk. Végre egy kicsit megkönnyebbülhetek. És akkor most kéne azt mondanom, hogy igenis készen állunk 2018-ra, és hogy újra rendszeresen töltsünk fel videókat. De sajnos be kell vallanom, ez rohadtul nem így van. Ugyanis ha tudjátok, ha nem, nekem ebben az évben érettségiznem kell, és hát bevallom, még kb. Sehol nem tartok vele. Szóval lehet most még van egy-két lazább hónap, de utána kb. Semmi időm nem lesz. Persze nyáron megint havaj lesz, de addig valahogy el is kell jutni, és valljuk be, nem nagyon leszünk aktívak. Főleg úgy, ha Martinnak annyi szabad ideje lesz továbbra is, mint amennyi eddig volt. Na akkor, beszéltem a múltról és a jövőről. Megköszöntöm a támogatást. Mi maradt még? Ó igen, a szilveszteri videók. Enjoy! Csak nem maradjon lent! Baszd meg! A kurva anya! Felvetted? Azt a kurva igen! Azt a hicsa! Azt a kurva! Te jó Isten!